Április 9-én, 10-én ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi tárgyak országos versenyét rendezték meg Szolnokon. A BSC Karacs Ferenc gimnáziuma, szakgimnáziuma és szakközépiskolája évek óta részt vesz a versenyen, így ebben az évben a 12. évfolyamos szociális szakmacsoport tanulói közül az elődöntőt követően hárman jutottak tovább az országos megmérettetésre, tudtuk meg Csendes Júlia iskolapedagógustól. Évek óta indulunk a 12. évfolyammal szociális szakmacsoportban, és ebben az évben más szakmacsoportban is indult az iskola. Ezt évek óta Szolnokon rendezik meg. Az ország különböző pontjáról érkeznek tanulók, Keszhely, Kiskunfélegyháza, a dunántúli városok, nagyobb városok, ahol van szociális szakképzés, és a keleti ország részből is. A Berettyói falu szakképzési centrumból két intézmény indult, a mi intézményünk és a Hajdunánási intézmény. Ez a verseny december végén, január elején lesz meghirdetve, és akkor a gyerekeket most is indítottuk, az egész csoport 15 fővel indult. Március elején egy elődöntőben vettek részt, egy online elődöntő volt. A 15 főből 3-an jutottak tovább az országos versenyre, amit április 9-10-én rendeztek meg. Ez a verseny mindig nagy izgalmat kelt, mert nagyon szeretnénk dobogósak lenni, és már amióta mi járunk a versenyre 6 éve, azóta háromszor sikerült dobogós helyet szereznünk. 5 évvel ezelőtt második helyezést, aztán 4 évvel ezelőtt harmadik helyezést, és most nagyon nagy örömünkre újra sikerült dobogót szereznünk, dobogós helyet. Most az egyik kislány, Balogh Ruzsina, ő második helyezést ért el, de a másik két lány is nagyon szépen szerepelt, mert alig maradtunk le a dobogós harmadik helyről, mert negyedik és ötödik helyen végeztek a lányok. Ez a szociális szak mit foglal magába? Én személy szerint a pszichológiai, pedagógiai tárgyakat, mentálhigiénés tárgyakat tanítom. Ez egy nagyon komplex és nagyon nagy ismeretanyagot felülelő szakmacsoport, nagyon nagy komplexitású, tehát egészségügyi ismeretek, amint az előbb mondtam, pszichológia, pedagógia, mentálhigiéné és szociológia, szociálpolitikai ismereteket is magába foglal, társadalom ismeret. Tehát ebből a nagy ismerethalmazból, amit őszintén megmondom, még egy tanár sem tud igazán átlátni, nem hogy egy diák. Tehát nagyon nagy eredménynek gondolom, mert nagyon sok minden van a fejükben. Kik voltak a felkészítő tanárok? Bankus Ella kolléganővel igyekeztünk alkalmassá tenni őket arra, hogy elinduljanak ezen a megmérettetésen. Bankus Ella kolléganőm a társadalom ismeret szociálpolitika és szociológia témaköreiben, és én pedig, amit említettem, és Smidrocki Ágnes kolléganőm pedig az egészségügyi ismereteket tanította a diákoknak. Tanárnő azt is elmondta, a felkészítés erre a szakmai versenyre egészen a 9. évfolyamtól kezdetét veszi, ahol nem csak elméleti ismeretre van szükségük a diákoknak, hanem érzékenyé kell tenni őket a mindennapi élet problémáira. Ez igazából készségszinten is működik, sőt én néha nagyon inkább a készségeket tartom fontosnak a szociális szakterületen, de persze ehhez a versenyhez azért jócskán szükségeltetett elméleti ismeret. Tehát empátiafejlesztés, toleranciafejlesztés, életszerű ismeretek átadására törekszünk egyébként, hogy ők életközelben lássanak olyan problémákat, amelyekre érzékenyé kell, hogy váljanak. Az iskolából tehát 3-12-es diáklány felelt meg az országos verseny követelményeinek, melyen példaértékű eredményeket értek el. Balogh Ruzsina második, Tóth Viktória negyedik és Olá Valéria ötödik helyen végzett. A diákok a versenyen való tapasztalataikat osztották meg televíziónkkal, illetve a további terveikről is beszámoltak.
Igazából nagyon örültem neki, nem számítottam volna arra, hogy dobogós helyezést érek el. Igazából arra se számítottam, hogy bejutok így magába a döntőbe. Könnyebbséget okozott az, hogy ugye átnéztük a témaköröket a felkészítő tanárokkal, és ezáltal sikerült. Igazából ahhoz képest, amire számítottam, egyáltalán nem voltak nehezek, ugye emelt szintű volt, és úgy gondolom, hogy nagyjából tudtam válaszolni a kérdésekre. Miért pont ezt a szakterületet választottad? Azért, mert a későbbiek során szeretnék emberekkel foglalkozni, gyerekekkel. Érettségi után szeretnék maradni plusz egy évre a kisgyermekgondozó és nevelő szakmára, azt el szeretném végezni, aztán majd egy főiskolát szeretnék elvégezni. Nagyon jól éreztem magam, és örülök, hogy részt vehettem ezen, hogy az érettségit megtudjam végül is, hogy milyen lesz. Ezáltal már nem félek tőle annyira, szerencsére. Ez egy nagyon jó próba volt számomra. Szép eredményt értél el, ez hogy érintett téged? Nagyon örültem, már csak a továbbtanuláshoz szükséges pluszpontok miatt is. Nem gondoltam volna. Miért pont ezt a szakot választottad? Igazából számomra nagyon fontos az emberek ismerete. Szeretném megismerni az embereket, látni, hogy milyenek, és így az egész fejlődés érdekel. A jövőddel kapcsolatban valami kilátások vannak-e már? Erre a szakma felé szeretnél orientálódni? Végül is hasonló, igen, tanítóképzőbe jelentkeztem, és szeretném átadni a tudásomat gyermekeknek. Ezen a szakmai versenyen 5. helyezést értél el, ami szintén példaértékű. Te hogy élted meg ezt a versenyt? Hát én nagyon örültem ennek az 5. helynek is, mert a legjobb 10-100 pontot kapott a továbbtanuláshoz, és én nekem ezzel terveim vannak. Miért pont a szociális ágazatot választottad? Azért, mert továbbiakban is a szociális ágazatba fogok maradni, és így céltudatosan eldöntöttem, hogy ezt fogom csinálni. És akkor a jövőre való tekintettel áruld el nekem, hogy mi az a cél? Óvodapedagógus szeretnék lenni, arra jelentkeztem.